Az életmódváltás egyik alappillére a fokozatos beiktatás, hiszen ilyenkor rengeteget kell alkalmazkodni. Ha eddig soha nem reggeliztem éveken keresztül, akkor nagyon nagy dolog az is, hogy csak elkezdek reggelizni, ugye? És aztán szép lassan ez maga után fogja vonni a 10 órainak a beiktatását, az ebédnek a megváltoztatását, a délutáni uzsonnát, illetve a vacsorának a mienségét, és amikor ezek már rendben vannak, akkor ugye beszélhetünk még arról, hogy na akkor nézzük, milyen sportot űzünk, ugye, mi az, ami tetszik, ne az legyen, hogy kényszer, hanem ugye szeressük és stb. Tehát ez mindenféleképpen egy fér egy éves folyamat, ugye, ami teljesen normális is, abból kiindulva, hogy több 10 évig is folytathattam úgymond a rossz szokásokat, ezért nem egy nap lesz a változás. A gyümölcsök bevitele soha nem elhanyagolandó, így napi 2 nyers gyümölcs fogyasztását mindenképp be kell iktatni a délelőtti órákba. Az viszont tévhit, hogy a gyümölccsel helyettesíthetjük az édességet, mondta az életmód tanácsadó. Ha akarunk ugye édességeket kiváltani, akkor nézzük meg az interneten, rengeteg recept van, a banánt nagyon sokszor használják édesítésre, például zappe helye, stb. És készítsünk inkább olyan recepteket, amiben nincs direkt kristálycukor és nincs fehérliszt, és valamilyen egészséges ütiből mértékkel fogyasszunk helyette, és ezáltal úgymond a cukorra való toleranciánk is csökken, és kevésbé is fogjuk idővel kívánni az édességeket, édesízeket. A diéták kapcsán gyakran olvashatunk az úgynevezett csalónapról. Ennek a napnak az életmódváltó étrendben is helye van, hiszen életmódváltáskor az ember rengeteg olyan dolgot elhagy, ami addig megszokott volt, ezért kell néhány olyan íz, amely a régi életére emlékezteti. Akkor ugye simán lehet az, hogy visszatérjünk egy tényleges csokihoz, egy tényleges szeletkalácshoz, tehát nem kell, hogy alternatív legyen, nem kell, hogy cukormentes legyen. Itt a mérték az érték, és igazából, hogyha ő tényleg a 7 napjából 7 napon betartja a dolgokat, és azon az egy napon bűnözik, akkor az nagyon szép pozitív visszacsatolás, tehát hogy az agynak nagyon jó az, hogy igen, most akkor újra kibírom 7 napig, viszont nem fogja semmivel se áthúzni a diétáját. A tanácsadó tapasztalata alapján az emberek többsége sokat tud az életmódváltásról, de ezt az ismeretet nem mindig tudják beiktatni a mindennapokba. Így az életmódváltás legfőbb kulcsa a tudásanyag átvétele és megléte mellett az időgazdálkodás és az előregondolkodás.